Folytassuk, kedves hölgyek, urak, örömök, hogy ilyen szép számban jelent vagyunk, kérdezzetek bátran. Folytassuk ezt a... Hozzatok egy, sorítsatok a sarokba, tessék. Folytassuk ott, ahol hagytuk a szünet előtt, jó. Hogy... Tényleg, ígértem valamit. Mit mi a doktor úr? mit ígértem? Egyikötök se tudja? Nagyon ciki. Meditáció? Nem. Miért? Nem. Valamit mondtam, hogy majd ezt elmondjuk a szünet után. Mi volt, amit... A földtenél fejeztük be. Földelés. Ez az, nincs földelés. Ott van egy teljesen világos példának. Az idegrendszert árammal működőnek mondják, de az áram merefele folyik visszafele. Bocsánatot kérek, én elnézést kérek, én buta vagyok, én mindig buta voltam. De merre folyik vissza? Hát az áramkört az úgy hívja, és visszamegy az elemhez. A testtel van valamit az autókarosszéria. De hol? Nem látom az áramot ott visszafele folyni, nem is beszéltek róla soha. Soha, sehol nem olvastam. Az orvos tudomány egyetem tankönyveinek a 90%-át tudtam. De az anyám onnan hozta nekem haza a tankönyveket, amit a diákok, a szigorú diákok kidobáltak már a végén. És én abból megtanultam az egész orvosi anyagot, amikor már gimnáziumban ilyen másodikos, harmadikos lehettem, a Bogina a rektor lejött, az emlédlőben nagyon ritkán jött le, az orvosi ebédlőbe lejött, és vele, lejött az asztalhoz hozzám. És akkor elkezdtem vele beszélgetni, és azt mondta, hogy fiam, hányadikos maga? Mondom, most a harmadikos vagy, mit mondtam. Na jó, akkor a leérettségizett jöjjön be hozzám, föl van véve az egyetemre. A rektori keretből az azt jelenti, hogy nem kell felvételizni, föl vagyok véve. Ja, bármelyik karra azt mondta, hogy ahová csak kedve van. És? Na, ez már az érdekes. Leváltották. Akkor Nyíró professzornál, én nem nála dolgoztam, de az épületben, az a pszichiátriai klinikának volt az igazgatója, és egyszer hátulról megpróbált hókusz-pókuszolni velem. Mondom, tudom, hogy mit akar. Így hátra szóltam neki. Paratechnikával? Paratechnikával, igen. Próbáltam. Ilyeneket csinált az öreg? Bizony. És akkor mondtam meg, hogy tudom, hogy mit akar, de engem nem tud uralni. Hát, és meg volt lepődve. Az is azt mondta, hogy bejuttat engem rektori keretből, hogy legyek pszichiáter. És ő mindenben támogatni fog engem, és minden, az meg meghalt. Hát most ilyen a sors. Ilyen a sors. De apám orvos volt, nagybátyám orvos volt. Hát a nagybátyám az Etiópiában volt orvos. Hát ott orvosnak, Addis Abebában meg. Tehát ott azért orvosnak lenni azért az nem akármilyen buli volt. Nem volt gyógyszer, nem volt semmi. Ott orvosnak lenni. De az Vörös Kereszt küldte ki. Hát aztán Genfben mellett van eltemetve, Svájcban. De nagyon aranyos ember volt. Én amire emlékszem, nagyon aranyos, jó ember volt. Az apám is egy nagyon jó ember volt. Tehát, apámmal is, azért Bakony Bélen volt ott orvos sokáig, és ott is van eltemetve. Hát tudjátok, a végén aztán kirakták a rendes lakásba, és adtak neki egy parasztházat, amit se fűteni nem lehet ez, se semmi. Hát azzal mit kezdjen egy öreg ember, mert már nem volt éppen 20 éves. Ez 70 körül volt már, szóval már nem tud nekiállni aztán ilyet csinálni, olyat csinálni, mert ő sosem szedte a pénzt. Tehát nem arról szólt az egész nála, hogy mennyi pénzt beszéljen. De a fél falunál született, úgyhogy tehát ott az nála született meg. De mindent csinált, ha kellett vakbélműtétet, meg mindent megcsinált. Be volt havazva 3-4 hétig néha Bakony Bél, ott olyan hófúvások voltak, úgy be volt havazva, figyelj. Tehát ott az orvosnak mindent meg kellett csinálni. Oda legfeljebb a tank jött be, de az se, a szülőnőhöz az se nagyon jött be, meg a helikopter, de az is drága. És csak a katona, akkor még csak ilyen katonai helikopter volt, még a mentőknek nem igen volt. Hát, ilyen a sors. De ő nagyon jó volt, ott a falubeliek nagyon szerették, elmondta, hogy
Nem volt, gyere, olyan szegények voltak, hogy nem volt mivel becsavarni, megszületett a gyerek, azt nem volt még egy pelenkájuk sem. Levette az ingét, azt odaadta nekik, hogy csavarják belőle. Tehát, és tél volt. Tehát, ilyeneket mondtak erről, úgyhogy azért az ügyel gondolkoztatja az ember. Még néhányszor elmentem a kisereghez. Na, tehát, mi ott tartottunk, hogy? A földelés. A földelés. Tehát valószínű, hogy ugye, hogy nem árammal működnek az idegszálaink, és ez egy rettentő nagy probléma, mert úgy próbálják meg megoldani. Igen, áram keletkezik az idegpályáknál, keletkezik áram. A piezókristályban is. Mert a piezókristályban is, és pont ugyanaz az alapelve. Tehát a mechanikus változásra elektromos jellel válaszol. Tehát meghúzzák, vagy összenyomják, akkor arra egy elektromos jellel válaszol. És úgy néz ki, mintha ő keltené. Nyomelemek kellenek hozzá? Nem tudom, mik kellenek hozzá. Milgamma. Nem tudom. Az egy ilyen idegrost gyógyító gyógyszer. Mert le van szigetelve. Tehát most az a kérdés, hogy elektromosan van leszigetelve, vagy hangra van leszigetelve. Mert ez a csipkerózsika is gyanús, ugye, hogy hanggal működik, ultrahanggal. És ez, az idegszálak is azzal működnek. És azért nem tudják meg, fontos lesz ez a gerincműtéteknél, meg ilyeneknél, óriási, óriási fontos lesz. Tehát nem áramot akarok vezetni, hanem hangot. Érted, hogy mi a különbség? Nagy. De hát ugye az idegszál is egy különleges dolog. Mint az elektromos szája tápegysége. 400 voltos áramot csapni a pofádba. Az elektromos szája úgy megrázott, arra sem rázott meg. Úgy megrázott, eldobtam. 400 volt, és vizes. Úgyhogy az úgy jól megfogja az embernek az idegrendszerét. Sós vízben. Micsoda? Sós vízben gyönyörű. Sós vízben gyönyörű. Tengerben? Hát tengerben kevés. De ott meg a rája, az 800 voltos a kis, az nagyon durva. Tehát úgy fogja meg a kajáját, hogy ting, így két oldalról ting, és így rászikráztat egyet. Hát mivel működik a rája? Összeránt egy izomcsoporttal egy sejtcsoportot. Így összerántja. És amikor összerántja, akkor áram fog benne keletkezni. Ha áramot kapcsolok rá, akkor összerándul, összerándítom, akkor áramot kelt. És mint a piezo, oda-vissza. Lehet használni mikrofonnak is, meg hát avval lehet szikráztatni az öngyújtót, mondjuk az öngyújtóban az a kis szikra. De az 10 000 voltos szikra, azt tudod, mi kelti? Egy ekkora kis bolaszar méretű piezo van. Nézd, szedd szét az öngyújtót, rossz öngyújtót, nézd meg, mi van benne. Egy ilyen kis, ekkora kis vacak van benne, megnyomod azt a kis ügyet, akkor jó sziklázik, még az ujjathoz is ügyes vagy, nem üt agyon, nem kell megrémülni. Hát jó, megcsapja az ember kezét, így csinálsz, mint hát már borzasztó. Pacemaker rá ne próbáljátok ki. Pacemaker persze, lehet, hogy földön. No, azzal ne. Azzal ne. Na, szóval ne ide sütögesd. Tehát az a lényeg, hogy azt is összenyomod és sziklázik egyet. De 10 000 voltos sziklától. 10 000 voltos egy nagyon parányi méretváltozásra. Hát ugyanez működik az idegrendszerben. Nem az agyaddal gondolkodol, a büdös fenébe, hát kitaláltak ki ezt a marhaságot. Az agyad ez egy átmeneti tároló, puffer, mit tudom én, igen, de hová tárolja az információt? Soha a büdös életben nekem azt nem mondta még el senki. Átmenetileg van változás benne, igen, tudom, de az nem maradott. Az eltűnik onnan. De akkor hová a fenébe, honnan jön, hová megy? És hát a talamuszba megy, ugye? A talamuszba megy a 16 csatorna. És ebből mi egy csatornát ismerünk. Tehát azt képzeljük, hogy ez is külön, meg az is külön. Nem, az egyetlen egy csatornára dolgozik, multiplex módon, egy csatornára dolgozik, és az az egyetlen egy csatorna viszi el a hallás, szaglást, minden francokat. Az öt érzéket. Látást, az öt érzéket, igen. Ami hat legalább. Mindjárt indulásból van egy másik orrod is, egy speciális orrod. Ez csak egy pici kis szemrecsöcske,
ezek csak a feromonokat szaglászod, mint akkor megy a vak a sajtba, tehát szervusztok lányok. Szóval ez is olyan. Tehát kimondottan a szexuális szavakra van kihegyezve. Ez nem büdös. Ez nem büdös, hanem ez egy speciális. Hogy meg a párok egymásra találjanak. Az állatvilágban is így működik. 800 kilométerről a lepke megtalálja a másikat. 800 kilométerről azért nem semmi. Az milyen szaglás? 800 kilométerről megtalálja a másik lepkét. Hú, mondjuk már nagyon ki vannak halva, és csak nagyon ritkásan vannak. És ez megtalálja a másikat. Szervusztok lányok, mely aztán megtalálja. A hullámtere hordozva, nem? A hullámtere is benne van ebben bizonyára, mert az egy speciális zengést ad, és nem tudjuk még, mire van érzékelője ennek a lepkének. Tehát azok a kis furcsa csápok, meg ilyen izék, csiribirik, amik vannak rajtuk, hogy az milyen érzékelő. Lehet nagyképűsködni, de hát előtte talán tudni kéne, hogy az mire működik, hogy jön működésbe, stb. Nem ilyen pavlovi reflex szintjén kell biológiát csinálni. Most már az állat etimológia nagyon sokat haladt, rájöttek, hogy hát az állatok azok nem egészen azok, amit hittünk róluk. Láttam ilyen papagájt, hogy oda raktak neki egy ilyen valami mogyorót. Nagyon meg akarta szerezni, de nem, sehogy se tudott ki nyúlni érte, nyúkát érte, csőrével, lábával, nem tudott odáig elérni, mert még ennyire volt a lábától. És akkor ott volt egy ilyen deszka a rács alatt, szépen, akkurátusan és pontosan a csőrivel lecsipkedett belőle egy ilyen hurkapálcát. Ilyen kis vékony kis lécecskét, hurkapálcát. Lecsipkedett egy ekkorát, megfogta a csőrivel és bepiszkálta vele a magot. Hogy az állat nem gondolkodik? Na, ne beszéljetek hülyeséget. Nem gondolkodik. Nem volt akkor még macskád. Ó, az képes órákon keresztül azon szerveződik, hogy hogy lehetne ellopni azt, azt ő nagyon szereti, és azt valahogy el kéne szerezni. Ó, macska az nagyon töri, furmánykodik nagyon. Kutya nem annyira, az nem mer annyira lopni. A macska az mer lopni. Még akkor is, ha tudja, hogy elporolod a segít, elviszi. De akkor is meg akarja szerezni. Nincs már. Olyan okos volt, mondtam is a macskámnak, hogy na figyelj ide, nem kell ellopni, azt mondod, hogy kolbász, és kapsz tőlem egy kolbászt. Nem mondta. De már interneten vannak fönt, hogy beszélnek kutyák, macskák. Te ilyeneket mondtad, hogy mama, meg ilyen egyszerű szavakat mondod. Alkalmazkodni akar? Bizony. Találtam egy kis színes, pontosabban küldtek nekem egy kis színes hírt. Kedvezőtlen időjárási viszonyok, pontosabban villámcsapás veszélye miatt elhalasztotta az Európai űrügynökség a JUICE Jupiter küldetés indítását. A kutatószonda francia Guyana Kourou űrközpontjából indult volna egy Ariane 5 hordozó rakéta fedélzetért. Küldetés időbeosztása nagyon szigorú, mivel a Vénuszt, a Földet és a Holdat érintve végez gravitációs gyorsítást, ezért mindössze egy másodperces időablak áll rendelkezésre indulás végrehajtásához. Ha áprilisban nem sikerül elindítani a szondát, a következő megfelelő időpont 2023. augusztusában érkezik el. Azért ez már slot. Az már igen. Egy másodperc pontosan. Ez valami egészen fantasztikus. Ez egész fantasztikus. Tehát azért már tényleg, na hát mert egy ilyen vacak kémiai égésre van rábízva a tolóerőre, és ami csak egy kis izé van rajta, kis morzsa van valami a fuvókán vagy valami, és már nem úgy kavar, már nem annyi a tolóerő, és már egy másodperc már még. És a Vénuszt használja a gyorsításhoz, miközben a Jupiterhez megy, tehát befele indul el a Vénusz felé, és onnan megy ki a Jupiterhez. Igen, a fekete lyuk, a Földön kívüliek is használnak fekete lyukokat ilyen gyorsításra. Megkerülik? Megkerülik. De nagyon, ott is nagyon ki kell számítani, mert ha elkapja, akkor annyi. Ott még másodpercnél is kisebb. Ott a másodpercnél is kisebb az ablak. Nagyon pontosan, pontos pályán megközelítés fölgyorsítja, lendületbe hozza. Egyébként a Jupitert is használták már ilyen gyorsításra. De a Földön kívüliek miért használnak tértechnológiát? Mert a Földön kívülieknek nem egy formák. Tehát van 800 millió lakott bolygó, annak legalább a fele űrhajózik.
És nem mindegyik. Nem rakétázik, egy kis részük rakétázik, de a nagy részük űrhajózik. Az űrhajó az űrhajó, az nem ilyen szal. Az űrhajó. Nem kell hozzá üzemanyag, meg mit lesz, az űrhajó. Nem kell hozzá ilyen millió tonnányi szart cipelni magaddal, ilyen kémiai tüzelőanyagokat, hanem másképp mész, egy térforrás, egy darab térforrással. Ha az az egy darab térforrás, gyerekek, az egy fénykvantum. De hogyha van egy ilyen térforrásom, akkor miért kell nekem gravitációs gyorsításhoz használnom fekete lyukat? Mert nem tud elérni bizonyos távolságra mással. Tehát, térugrással. De másik galaxist akarja elérni, mondjuk. De ezek teljesen hibás elképzelések, de próbálkoztak vele. Most itt is használták, már a Jupitert is használták ugyanilyen gyorsításra, sőt, talán a Szaturnuszt is. Tehát úgy jutottak ki a Plutóhoz. Na de ott is, hát azért gondold végig, hogy ott milyen pontosan kellett azt is kiszámolni, hogy úgy hozza lendület, hogy pont oda dobja. Nagyon durva. És nagyon, tehát én nagyon becsülöm ezeket a matematikusokat meg, akik ezt csinálták. Azokra nem mondom, hogy hülyék. Itt a lévő kukában nem találok néha bele. Hát ez az. Egyszer én szélviharban bepöcködtem a csikkemet az ülőtől, ilyen 5 méterről így. Bemert a kukának abban a kis dobozkájában. Gyerekek, egy nő így látta, és leesett az állat. Szó szabályos értelmében így leesett az állat. Így egy nagy szélvihar volt, szembefújt is, így elpöcködtem a csikkemet, és ez egy ilyen íven, ilyen puff, belement. Ez pont olyan, mint a fiamnak mondtam, hogyha 100 forintot kapsz. Hogy kicsi volt a fiam, ilyen 4 éves, 5 éves. És dobált egy ilyen repülőt, hajtogattam neki egy ilyen nyílt, tudod, az a nyílalak, hosszúkás repülőt, és azt dobálgattam. És akkor mondom, kapsz tőlem egy 100-ast, volt egy luk, egy fő volt akasztva egy ilyen fa, ilyen ázalék fa, de nagyon jó pofán nézett ki, fő volt az ajtó fölött dekorációnak akasztva egy ilyen fa. És azon volt egy ilyen nagy luk. Mondom, abba beledobod, abba a lukba kapsz egy 100-ast. Kettőt adtam neki, mert egy dobásra beledobtam. Ott leszek, adtam. Mindjárt bejutom 200, ilyen nincs. Én vagyok a repülő. Hm? Én vagyok a repülő. Én vagyok a repülő. És várjál, hogy dobtál ilyen teljesen kajla mozdulattal, így eldobtál, hogy jó, jó, és belevett. A főnök is humorizál. Mint a golf meccsen a... Igen. Igen. Várjuk, főkap és bedobja a lukba. Mit tudom én. Szóval ilyen. Mondja a főnöknek, hát veled nem lehet játszani. De csak az. Mert ugye az Isten valakivel gófozik. Tehát nagyon sok érdekes dolog van, és érdemes vele foglalkozni. Ezekkel a dolgokkal is érdemes foglalkozni. Még az idegrendszerrel még sokat kell gondolkodni, de ott biztos, hogy nem úgy működik, mint ahogy képzelik, és nem most az agyunk tárolja el az információt. Azok csak átmeneti eszközök. Ha megsérül az agyad, az ugyanaz, de megsérül a telefonközpont. Tehát bizonyos területeket már nem tudsz attól kezdve meghívni, mert mondjuk egy hülye bement és baltával ide-oda csapkodott. És ettől kezdve elvágott olyan kábeleket, dolgokat, tönkretett, hogy azt a részt nem tudod felhívni telefonon, mert azt szétcsapta. Hát ugyanez van, hogy megsebesülsz, és akkor valamitől, és akkor ettől kezdve az nem működik, az a terület. Akkor mondjuk egy agyrázkódás okozta amnézia, az nem az információban okoz sérülést, hanem az információ visszaolvasó berendezés működésében? Az információban is. Az információban is. Az információban is, mert az amnézia az azt jelenti, hogy még a nevét is elfelejti mondjuk. Annyira elfelejt beszélni, tehát teljesen. Az amnézia azt jelenti, hogy mindent elfelejt. Ilyen amnéziát okoz a telefonálás a modern telefonokkal. Mert ez egy rádióadó hallántékodon izzítva. Az nem csak egy doboz, műanyag doboz, amit te belelátsz agyilag. Nem, az egy nagyon magas hullámú, ultra rövid hullámú, egy gigaherceken működik, az már tényleg ultra rövid hullám, és egy mikrohullámú adóvevő, és itt izzítod, és ne elfelejtkezik, hogy ez nem egy doboz. Lehet, hogy nem okoz agydaganatot. Az is előfordul, de nem, hanem inkább csak annyi, hogy kitörli a lelkedből az információt. A végén mindent elfelejtesz.
Jó, egy, van ilyen? Azt hiszed, nincs. Nézd csak oda, hogy szaporodik az őzés. Régen a riporterek nem őztek. Most már őznek. Sok-sok riporternél hallom, hogy állandóan két szót mond, állandóan őzik. Vannak, akik elhúzzák a szavak végét, az kicsit ügyesebben csinálja, hogy a következő két szó megjelenjen megint az agyába. Igen, mert hogy nem tudja előhozni a szavakat egyszerűen, mert már komolyan sérült a rendszer. És a telefonálás az ezt teszi tönkre, kitudja az információt. Az agyadban egy hologram van tárolva tulajdonképpen. Az agyban vagy a lélekben? A lélekben. Az egész is egy hologram, tehát az egész testet is egy hologram működteti, az agyadat is, de a lélek az egy önálló individuum. Ő vagy maga, ő, te, ő vagy te. Nem egy test vagy, hanem egy lélek vagy, akinek van teste. Tessék, van csak. Hogy fér el egy fény? Hogy férnek el a fénykvantumok a lélekbe? Hogy fér el egy atomban a fény? Hát úgy, hogy egy pakolt környezetben van. Pakolt? Hát úgy értem, hogy rettentő nagy a tömegsűrűség ott. Tehát egy protonban vagy egy neutronban. Tömegsűrűség és azáltal az idősűrűség? Az idősűrűség és ettől kezdve összemegy a... mint a... mint a borra való. Veszek egy ólomkockát, akkor az ólomkockának nagyobb az idősűrűsége, ezt mondhatom? Igen, abszolút. Optikailag is lehet, ki lehet mutatni. Ezért... Most több egyetemen is bemutatták már, és még be fogják mutatni több egyetemen. Az egyik találmányom ott ilyen ólomkorongocska, meg műanyagkorongocska, és egy csőszegecs. És a csőszegecsben van egy kis festék, fekete festék, beledugsz egy ilyen nagyon vékony drótot, mikor már félig megkötött óvatosan kihúzigálod, hogy maradjon rajta egy ilyen nagyon vékony kis luk, ilyen 0,2-es lyuk. Ilyen nagyon vékony kis lyuk kell, ami épp kilátsz. És akkor ezt beleteszed, egy ólomba fursz egy lyukat, amely egy kicsit beleszorult, tehát olyan, mondjuk két és felesek szoktak lenni a csőszegecsek, hát egy két és feles fúróval fursz egy lyukat, nem egy ötössel, akkor átesik rajta. De hogyha egy akkora lyukat fursz, vagy éppen jó belemegy, kinézel rajta, utána kiveszed, berakod a másikba, a műanyagba, kinézel rajta, kisebb lesz a látószöge, szemmel látható, mérhető is egyébként. Lézerrel mérhető, minden kisebb lesz. Na jó, de hát ugyanazon a lyukon nézel ki. Most itt kezdődik a probléma, ugye? Ha ugyanazon a lyukon nézel ki, miért változik meg? Mert az ólomban sokkal sűrűbb közeg van. Az ólomban furt lyukban sűrűbben vannak a hullámterek. Mert az ólom atomok azok sokkal vaskosabbak, mint mondjuk egy műanyagnak a kis hidrogén, meg nitrogén, meg mit tudom, ilyen elemei. Ugye azok kis, ilyen kis gyengéskek, kis könyvelnek. Na, az ólom az egy vaskos, komoly atom, és az nagyon megváltoztatja. A legjobb ez a wolfram. Wolfram? Lehet wolfram szalagot, meg ilyeneket venni, nem nagyon drága, pár ezer forint. Tehát lehet, hát megveszik, össze kell dumálni, megveszik, mindenki vesz bőle, vagy vesznek egy méteres, aztán eldarabolják, azt te is kapsz, menj, dobd be. Nehéz belőle korongot önteni. Mi? Nehéz belőle korongot önteni. Kifúrni is nehéz, szóval azért nem egyszerű. Azért sűrű azért, a wolfram nagyon sűrű. Ja, de a 19 vagy mennyi a fasúját, azért az már úgy hatékony. Azon már annyira látszik a különbség, hogy már nem lehet azt mondani, hogy hát ez csak úgy érzed, meg úgy gondolod, meg kitérnek, elmenekülnek. De ha leméred egy lézeres méréssel, akkor nem tudja azt mondani, hogy hát a lézer sem úgy gondolja. Hát jó van, persze. Az van, hogy nem a változást, nagyon félnek a változástól. És most már annyira igényli a társadalom, meg az egész tudomány igényli a változást. Tehát annyira betonozták magukat oda ilyen öreg csótányok, kapaszkodnak az íróasztalukba, hát már tanulni sem nagyon olvasnak már, nem nagyon foglalkoznak már, a régit elmondják, kész, megkapja a fizetését, meg a magas nyugdíját, azt jó van. Hát, volt tudott, hogy az Úri utcában az akadémián volt egy előadásom, és majd öt ilyen öreg akadémikus beült oda, ezek már mind nyugdíjasok voltak. És figyelj,
utána úgy hemzsegtek, nyüzsögtek, azt mondja, most már oda merek hozzád jönni, mert azért de nagyon jókat mondasz meg. Szóval olyan, mert ő is gondolkozott ezen. Én nem vagyok fizikus, én nem vagyok kémikus, de meg tudom, mint kémikus meg tudom mondani, hogy hogy van a változó vegyérték. A kémikusok nem nagyon mondták el. Nekem még nem mondták el annyira. Ez a változó vegyérték, ez az egy vegyérték, ez már a kettő. Itt is van, itt is van. De, és így működik. Nem érti. Elmondom így neki, és még mindig nem érti. Hát mondom, hát azért gyenge a kötés, ugye gyengébb, ez a két vegyértékű kötés gyengébb, bomlékonyabb. Igen. Na, hát azért bomlékonyabb, mert csak fele időben tartózkodik ott az elektron. Akkor bomlékonyabb. És ilyeneket nem érte, nem is érti meg. Most mit nem értesz ezzel? És ez az egészben a lényeg, hogy már nem erős oldal a gondolkodás, még a professzoroknak sem. Az ukránok jó, azok gondolkoztak, ukrán professzorokkal meg akadémikusokkal beszélgettem, azok gondolkoztak. Hát azoknál volt UFO is, ugye? Nem csak úgy, hogy hallott róla, meg a Vénusz láttam, meg a... Nem. Na, ő volt a szakértő, a lezó a UFO-nál, ezért az más jelen. Mutatta róla nekem a fényképeket, amiket ott csinált. Hát, most bocsánatot kérek. Milyen elhiszem, nem hiszem, ez nem elhiszem, nem hiszem, hogyha ott járt benne a lezuhant UFO-nál, ami nincs egyébként, mi nincs, de az lezuhant, az a nincs, és hát neki kellett menni szakértenek, mert értett valamihez. A többi az semmi is értett, ő megértett hozzá. Tessék, parancsok. Általában, mert tudom, hogy sokféle van, de általában ezeket az űrhajókat hogyan építik? Nyomtatóval. Általában nyomtatóval építik. Egy nagy nyomtató, nagyon nagy nyomtató. Egyszerre az egészet, vagy? Tehát ilyen 500 méteres nyomtatót képzelje, tehát nagy. Sokban ilyen 450 méteres fogad nyomtat. De léjerenként, mint egy 3D printer, vagy? Léjerenként, de nem ilyen lineáris léjerenként. Tehát hatékonyabbak, meg tehát optimumra vannak. Mert emelget is, nem, az csak szoftver kérdés, hogy meg kell egy kicsit emelni, fölrakok egy réteget, de nem ilyen lineárisan rakom föl sorba, hanem mondjuk így. Uh-huh. És akkor így erősebb. Mert a következő réteget ellenkezőleg csavarja rajta. És akkor így a kötés másmilyen lesz. Fémből csinálják, de ilyen magnéziumból, meg ilyen nagyon érdekes kristályszerkezetű magnézium. A magnézium gyúlékony. A bizonyos határ fölött ez is gyúlékony. Igen. Viszont nagyon könnyű gyorsítani, lassítani. De ők nem is a térbe repülnek, tehát nem is mozog. Egy UFO nem mozog. Tud mozogni, tud repülni, mint egy repülőgép, mint hogyha valami propelleres repülő lenne, tud repülni, de közben, mert hát az alakja is, hát gondold végig, ez egy kör alakú szárny. Egy púp. Hát hogy néz ki a szárny? Van egy keskenyedő vég, ugye? Van egy ilyen dudori az elején, és aztán egy elkeskenyedik a végére. Ez egy ilyen, egy szárnyalak. Mondjuk a helikopternek a propellerét, ha megnézed a végéről nézve, olyan a propeller. Mert az meg egy forgószárny. Az is szárny, csak az egy forgószárny. Na nem, mert a tetején a pup miatt más sebességgel mozog a levegő, mint alatta, és ezért ott felhajt erőt ad. Mert ott ritkább lesz a levegő, mint alul, és ez nyomja fölfele. Nem ezzel mennek, de a levegőben is tudnak mozogni, de nem mindegyik van, amelyik ezt egyáltalán nem használja. Tudnak mozogni a levegőben is, tehát sűrű légkörökben is tudnak mozogni, és felhajt erőt az a forma, hogy alul lapos, fölül dudori. Ugyanaz, mint a repülőgép szárny, csak kör alakú. Egyébként az amerikaiak is nagyon kísérleteztek vele, UFO-k nincsenek, sosem voltak, de pontkerek alakú, valamiért pontkerek ilyen UFO alakú repülőt próbáltak építeni. Hát a közepére raktak egy bazinat propellert, meg mit tudom, mert nem tud elszakadni a hülyeségétől. Mert azt nem tudja, hogy mitől megy. Mert van benne egy fénykvantum, de azt ő nem fogja megtalálni. Hát nem találja meg, bocsánatot kérek, egy fénykvantumot meg tudsz itt találni egy darab fénykvantumot? Nem találom meg. Kinyitja, megnézni, már nincs is ott a fékvantum, érted? Kinyitja, megnézni, hogy mi van benne, mint a
Ha, amikor a labort építettük, akkor jöttek ilyen erős gyerekek, nem voltak éppen nagyon agyilag is erősek, de fizikailag jó fizikummal, gerindát segítették cipelni, meg a cserepet, meg amit tudom, hogy cserepet raktuk a tetőre, 7. emelet szintje. És hát jó felraktuk, most is megvan, már 20 évvel készült. Még nem fújta le a 93-as szél se, az jó, jó van megcsinálva, mert 93-as szél is volt itt. És nagyon érdekes, mert két utca sarkon belül pont nálunk volt 93-as szél, néztem a széltérképen, ott 90. Most is volt 71-es. Na, mit csináltuk az tegnap, a tegnap előtt 71-es szél volt. Azért na, fújt a szél, és volt 400 mm csapadék. Ugye nem 40. Mit kitogattak az erős gyerekek? Ja, hát a fotópapírokat mind kinyitogatták. A drága ilyen vastag emulziói fotópapírokat, amik kimondott a hologramban voltak, azokat kint belenéztek. Hát ez csak egy piros papír. Mi ez? Visszacsukta. Hát szóval, hogy mondjam meg, ilyen U alakú volt ilyen nyomásmérő, nagyon finom nyomásmérő, beskálázott minden, érted? Így, hát valak volt, így szégnyitotta, középen ketté tört, de majd négyet eltört így. Mert mindegyiket megnézte, hogy eltört. Hát, hogy mondjam, agyilag nem volt eleresztve. Nem egy, hát raktuk a tetőt, és akkor raktunk ilyen fóliát alá. És akkor mondtam, hogy hol kezdjék, ne fölül kezdjed, alulról kezded, és mindig fedjed rá. A következő rétét. Hát azt hiszed. Ilyen zsákot csinálsz. Hát persze, hogy beázott, arra nézem, hogy ennyi rázik be, hogy... Ja, az egy vízgyűjtő volt, oda volt, új volt, mert csak alávitte a vizet, nem fölé. És hiába mondtam neki, hát fütyögött a csajoknak lent az utcán, meg mit tudom, meg fiatal ember. Hát kárt okozott, nem is keveset. De hát ilyen, ez van. De legalább segítette, megépítettük a kápolnát. Hát most azokat újra be kell szerezni, amiket tönkretettek, de mostanában nem csinálok hologramokat. Van holografikus asztal, de nem csinálok hologramokat annyira. Mással vagyok elfoglalva. A gravitációs hullámok azok nagyon izgalmasak, és még mindig azok. Ott is azon a címen, amit mutogattunk a galamban, azon is a gravitációs hullámok vannak ábrázolva, de senki nem jön rá. Hát az a kígyó, ami körbe megy, az folyamatosan megy körbe, tehát folyamatosan kiáraszt egy spirális gravitációs hullámot. Spirál gömb alakult még hozzá. Bizony. Eszében nem jött senkinek. Biztos, lelövöd nem jut eszébe. Pedig igen. Ahogy egyszer megvan a megoldás, utána már minden magától. Minden értelmessé válik. Az, amire azt mondták, hogy sose lehet megfejteni, sose lehet megtudni, mert az örök titok marad, ezt azok mondták, akik lusták voltak dolgozni. Tanították azt, ami van, azt jó van, kész. Volt nagyon sok érdekes. Vannak fönt az interneten ilyen rádiomatőrök, meg ilyen fizikusok, meg mit tudom én. Van, amelyiket szeretem, mert tanítja a fiatalokat. Jól tanítja. De hát lépni nem tud. Tehát ő csak ettől eddig működik, és kész. Az jó, hogy azt tanítja, mert azt se tudják a fiatalok. Úgyhogy alap kell. Én is megtanultam, nem ártott meg nekem, vagy megártott? Annyira nem. Valamire emlékszem belőle. Hát ez van. Csigaházat keresek, ami... Csigaház. Aminek megvan a metszete, de... Az nagyon érdekes. Nagyon jó utat. A Bulgár-tenger, a Fekete-tenger partján a lengyelek csinálták ott. Ilyen csiszolták a köveken a csigaházakat, és akkor árulták ilyen bőrszíjat, vettek hozzá egy csomó bőrszíjat, vagy hoztak otthonról ilyen köteg bőrszíjat, és akkor azok lehoztak egy ilyen köteggel, és akkor rá fűzték, csőket vettek rá egy csomót, akkor azt árulták a nyakba valónak ott a tengerparton. Nagyon, nagyon tetszett nekem. Én is csiszoltam magamnak. Úgyhogy működött. Spárgára kötöttem, de hát Istenem, nem volt más. Nem is jön. Na, milyen egy csigaház belseje, ugye? Nautilus kajló. Ez kajló, ez csiga. Nautilus kajlónak írják. Hát, a kajlónak írják, de ez akkor is csiga. Jó, akkor csiga. A kajló az nem ilyen. A kajló az ilyen.
Ez csiga. Még a Nautilus Kajdulónak írják, akkor is csiga. De ez, ebben ott van, nézd meg, hogy ilyen zárványok vannak benne belül. Tehát ahogy növekszik a háza és a súlya, bezár levegő buborékokat oda. Nagyon érdekesen. Az akváriumban figyelgettem a csigákat, úgy tudnak liftezni, hogy a vízből kiválaszt magának gáz, és akkor az így megemeli a víz tetejére, kész, fölmegy, akkor a víz feszültségi a felületén ott eszeget ilyen haleleldelt valami, utána meg valamit ő megijed, akkor valahogy egyszer csak hopp, kifújja ezt a levegőt, és csup, már lenni is van. És már menekül valamerre. Hát nagyon aranyosak. Nagyon aranyosak. Na hát ilyen fajta kinézésű csigák vannak, csak picikében, parányikában ilyen, ekkorácskában ilyen centis, legfeljebb a legnagyobb. Tehát ezek nem nagyok. Már van ott az akváriumban nekem egy nászúton voltam Velencében a feleségemmel, és ott vettem egy ilyen 10 000 líráért vettem egy ilyen ekkora nagy csigát, ilyen tengeri csigát. Ott van benne az akváriumban. És akkor ott kaptam még egy mástól is egy ilyen másmért, ilyen helyes csiga, de ezt a nagy ilyen tüskés csigát vettem, már nagyon szép volt. Hát úgy voltunk nászúton, hogy mind a ketten elmentünk Velencébe nászútra. Én tudtam, hogy a feleségemet fogom ott megismerni, mert elmondtam a főnökömnek, a kollégáimnak, ott mondtam, hogy most fogom megismerni, és akkor ismertem meg. Azóta együtt vagyunk. És nem tudtam szabadulni, minden feleségem bakol. Én meg rák. Az nagy feszültség van közte, de jól működik. Hát most már mi 36 éve, működik. 38 lesz lassan, nem 36. Tehát itt van egy ilyen csigaház, és a téridő az ilyen, csak nem ilyen Arimidesi spirál, hanem ilyen. Itt van, ez nagyon pontos. Ez egy fénykvantum, ami jön veled szembe, egy elemet, csak egy elemet mutatok, és ez az egy elem ugye körbe-körbe jön, és jön vele szembe a fénykvantum, és egy kúp, ez az az időkígyó, amit nem aranyom, vagy ez az időkígyó. Jó ez? Megvan mozgásban a függvény? Meg. Hát akkor már miről beszélünk? Tehát ott van a probléma, hogy de nincs meg a matematikája. Hát hogy a büdös francba tudtuk volna ezt lerajzolni? Ennyire nem gondolkodik, ő nem akarja elhinni. És ott van előtte, és még akkor sem akarja elhinni. Ez csak egy rajz. Mondom, persze. Rajzolj egy ilyet. Ja, hogy te nem tudsz rajzolni, csak nem hiszed el. Én az más. Értem. Hát így működik most a világ. Nagyon, nagyon így működik. Nem baj. Ilyen van. Amikor elejtettem a fajlatot. Csak azt tudtam, hogy nem baj. Nem baj. Kész. Lássák, hogy nem vagyok szomorú. De hogy nem. Dühös voltam. Igen, hát ilyen van. Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok, amivel kellene gondolkozni. A természetben miért ilyen egy csiga? Egyáltalán hogy működik? Meg a széndioxid, ez a nagy rinya megy, a széndioxid rinya, olyan rinya megy, hogy most a nagy harc megy meg. Széndioxid meg, ne legyen egy szem széndioxid se. Hát az összes növény megdöglik, te hülye. Akkor megfulladunk. Érted, mi a baj? Mert az összes növény, ennyi lesz, nincs széndioxid, nincs mit lélegezzel. Mert a növények bármilyen furcsán és rosszul hangzik, széndioxidot lélegeznek be, és oxigént lélegeznek ki. De bocsi, de ez mi annak idején élővilágból tanultuk az általában. Igen, de ő nem tanulta, aki ezeket most már erőlteti, az nem tanulta se az élővilágot, se a biológiát, se semmit. Ő csak megtanul 3-4 ilyen szlogent, és akkor harsogja, mert ő azzal képzeli magát okosnak, bölcsnek, megmentjük a világot, rossz sebet mented meg. Gondolkodjál. Cogito ergo sum, na és ha nem, hát bum. Tehát ki kéne mászni ebből a marhaságból, amiben belemászott most a Föld, olyan harc van, talán meg kéne nézni, hogy mennyi kell az egyensúlyhoz. Ki lehet számolni, hogy egyensúly legyen, az jó, hogy egyensúly legyen, de egyáltalán ne legyen az már a túlzások túlzása. Egyensúly pont több helyen is beállhat. Sokféle helyen is beállt az egyensúly, mondjuk elkezdenek a növények sokkal jobban szaporodni.
vagy mondjuk az algák. Vagy talán nem kéne a mérgeket belebocsájtani a tengerbe, mert a tenger úgyis nagy. Nem kéne a sok szmötyit belebocsájtani. Mindenhol belebocsájtották. Ó, külön mólót csináltak, azt ott vezették be a tengerbe. Mólón vezették be a csöveket, és akkor jó messzire, hosszú mólót csináltak, hogy a városnak a szennyvizét oda beeresztették. A tengerben a tenger nagy, hát elfér. Hát olyan büdös van ilyenkor, lemész a tengerpartra, és értem, Thessalonikában voltunk. És különösen érezni. Hát a tenger felől fúj majdnem mindig a szél, és a tengerbe bevezették egy csövet, és ott valahol bugyog fel a szmötyi. És olyan csatorna szagon, volt a Thessalonikában, olyan büdös van, ki ez a hülye, aki ezt találta ki? Legalább jó messzire vezette volna. Ja, de az drága. Hát nem. Hát bevezette volna legalább egy 10 kilométerre, akkor nem lenne büdös. De hát így őrült büdös van. Mindig. Mindig. Belevezetik a tengerparti városok, hajlamosak voltak erre a baromságra, hogy a szennyvizet tisztítás nélkül belenyomták. Itt is a Dunába benyomták a szennyvizet. Ugyanúgy? De most is. Ugyan, most is a budai szennyvíz, nem tudom mennyire van tisztítva, de nem volt. Tehát a budai szennyvíz az csak így, ott az Erzsébet hídnál, hogy bedölt a szmötyivel együtt. Tele volt patkányon. Tele volt, ó, annyi patkány volt, ott tenyésztették a patkányokat. Bézom, láttam én azt. És mentek vissza fölfele a csatornán? Hát persze. Hát mert innen már a kifolyóból elfogyott a kaja, akkor mentek följebb. Egészen, az ember egészen idióta. Egyébként föl lehet használni ezt a szerves anyagot, csak erre meg nincsenek felkészülve rendesen. Többszörösen föl lehet használni. Nagyon zöldek, figyeljetek! A trágya, attól nem szabadulni kell, mert te nagyon akarsz, attól szabadulni kell. Nem, kedvesen, nem szabadulni kell tőle. Hanem mindjárt egy tartályba kell erjeszteni, és gáz keletkezik. Éghető gáz. Metán, éghető gáz keletkezik. Lehet vele fűteni vizet, valamit, tehát hasznos dologra lehet használni. Házakat lehet fűteni vele, stb. A fűtőanyaggal, mert ez éghető gáz. Nagyon tisztán ég. És nagyon tisztán ég. Hát ezért mit kellene csinálni? Nem hisztizni kéne. Hát először is megerjeszteni ezt az egészet. Amikor megerjeszted, mi történik? Keletkezik egy végeredmény valami, ami már nem nagyon eredékeny, tehát nem lesz olyan büdös, az már mindjárt ott kezdődik, hogy nem lesz a büdös. Ugyanolyan, mint amikor komposztot csinálsz, vagy trágyadombot. A trágyadomb már nem olyan büdös, mint a trágya közvetlenül, mert a trágyadomban már meg van dolgozva. Kellenek hozzá megfelelő enzimek. Igen, ugye az istállóban szalma volt a ló alá, meg a marhák alá téve, szalma volt. És a szalmára rá szartak az állatok, és aztán azt kilapátolták a trágyadombra. Az ott erjedt. Aztán, amikor megerjedt, akkor az egészet fölrakták egy szekérre, azt kivitték a földre, és szétszórták a földön. Hát az a hófehér kenyér, amit eltartott kisfia lesznek a kisasszonyok, azok a teljes szarból nőttek. Tehát csak a kisasszonyok nem tudják. Egyilag a fogalma nincs a búzáról, hogy mi az, hogy búza. Fogalma nincs, komolyan. Megkérdezett tőle, nem tudja. Tehát alapvető dolgokat nem tud. Nem, abszolút alapvető dolgokat. Bocs, én 2000-ben írtam egy szakdolgozatot a biogázról, pont, hogy a székletet hogy lehet felhasználni, ennek felhatják, hogy a fűtésre, meg egyéb más dolgokra. Úgy van. És mi lett a vége? Elsöpörtél, és megkaptam az egyest, hogy erre ne írjak soha semmiféle értekezéssel szakdolgozatot. Tehát a jó szakdolgozatodat félresöpörtél, pedig nagyon jót írtál le, igen, csak a kerékkötő, de a kerékkötő professzor az kerékkötő. Ez volt 2000-ben. 2000-ben, hát azért bocsika, az még nem olyan nagyon régen volt, 23 év. És már még nem is az Ákos volt már. Ez 2000-ben volt. 2000-ben már, rég a rendszerváltozás után voltunk 10 év. Tehát itt van a lényeg, hogy ezt a már megerjedt anyagot, ezt föl lehet utána használni, összekeverni mindenféle növényi hulladékkal, ami komposztálni lehet, azt, amit kiveszel belőle. Az még használható, az sem kell eldobni,
Miért? Mert ezt a szerves anyagot nagyon nehéz előállítani. Ahhoz fény kell, energia kell, víz kell, stb. Hogy ez létrejöjjön, az a szerves anyag, ami ráadásul élő anyag. Az élő anyag nem keverendő össze a döglött anyaggal. Az élő anyag, azt a növények imádják, fölszívják. Hát miért szívják fel a trágyás földet? Hát azért, mert hát a növények földet esznek. De kellene neki... Mert de mennyiket tartalmaz? Milyen dolgokat tartalmaz, ugye? Amit már nem kell megszerezni, mert már az előző növények megszerezték, benne van abban az anyagban, amit te most ott nagyon meg akarsz tőle szabadulni, valami emésztőgödörbe eltüntetni, vagy mit tudom én, mert szabadulni akar tőle. Ahelyett, hogy feldolgozná, és ha feldolgozná, ezt vissza lehet forgatni, és ettől kezdve ezen más nem, akkor energianádat lehet tervenni, már innen vagy ajánlom, hogy növényi hulladékokból akarjál energiát előállítani, mert ezt a szerves anyagot nem szabad eltüzelni. De amikor már eltüzeled, akkor igazából hamuzsír jön belőle ki, szóval nincs mese, kálium és nátrium vegyületek jönnek ki belőle, de kálium hidroxid, kálium nátrium hidroxid, és ilyenek vannak benne tömegével. Na most ez a vegyületek, ezek nagyon jók, és minden, csak egy nagy baj van, a Föld nem nagyon szereti, amikor már ennyire ellúgosítják. Se azt, hogy elsavasítsák nagyon, se azt, hogy nagyon ellúgosítják. Mert ez maró anyag. Szabadulni akar a maró anyagtól, mert hülye. Mert mindentől csak szabadulni akar, ahelyett, hogy feldolgoznám. Tehát eleve a folyamatot én csak úgy engedélyezném, hogy a kimeneten semmi veszélyes nincs. És ezt meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. És nem menekül előre, megszabadulunk tőle, kész, már nem kell foglalkozni, fölvettük a pénzt, fussunk tovább. Tehát erről szól a mai világ. Nem, mert akkor, ha rendesen föl van dolgozva a szennyvíz, akkor abból rengeteg tápanyagot lehet kivenni még, amit oda lehet adni növényeknek, és állati tápláléknak mindenképpen jó. Tehát meg lehet rágyazni vele a rétet, és attól kezdve a réten dús fű lesz. Mert ezt föl tudja szívni, hát ha nem tették tele mérgekkel a hülyét. Akkor ki fogja megvenni a műtrágyát? De ki fogja megvenni a műtrágyát? Na erről szól a történet. Inkább az utóbb, hogy ki fogja megvenni. Na ezért nem volt szabad neked, hogy megjelenjen a szakdolgozatod. Pontosan, mert a hülye az hülye, az csak kis pálya, az csak eddig lát, kész, és csak a zsebe érdekli, hogy kitől kap pénzt, és mennyit kap, és hogy van, mikor jönnek, értem, milyen szakértő íző. Erről szól, az egész világ erről szól, mindenhol. Hú, nagyon fasz. Egyébként ezt a hamuzsírt viszont takarításra is fel tudtuk használni. Takarításra is lehet felhasználni, ugye a fahamut, azt hozzáteszem a fahamut, vagy a növényhamut. A növényhamut. Csak egy valami, azért nem baj, ha tudjátok. Azért nem baj, ha tudjátok, hogy egy doziméterrel, ha leméritek, akkor érdekes lesz. Mi? Mert radioaktív. Radioaktív? Igen, a hamuzsír is radioaktív. Mennyire? Be van töményedve a fa, igen. De egyébként a kőszénnek a hamuja is radioaktív. Uh-huh. Kimondottan többszörös a háttérsugárzásnak, csak oda meg kell mérni. Senki nem méri. A hamuvasült fogácsa milyen valami jónak nagyon, az ilyen mesékben is ez a... Na most ne tudd meg, hogy radioaktív. Én nem is értek hosszú ideig, mert sok hamulva sütbogácsetettek, 40 év alatt már hullottak el. Tényleg. Mennyire rádióaktív? Mondtam. Jó, de hogy nézd. 3-4-szeres átérsugárzás, most mondtam. Annyira rádióaktív. Nagyon függ a területtől, hogy milyen anyagot égettél el, mi szívja föl, másik nem szívja föl, tehát nem egyforma hamu se. De érdemes ennek utána nézni. Senki nem néz utána, nem is foglalkoznak fel. Egy kedves fizikus barátom kapta a feladatot, hogy a almás fizikai tímföljárnak ahol csinálják, ott bauxit feldolgozás volt, és ott, hogy csináljanak, ami kijön a cuszból, a tímföld után megmarad egy ilyen lúgos vas vegyület, rengeteg vasat tartalmazó, meg titánt, meg egyebeket is tartalmaz. Hozzá kell tenni, nem kis mennyiségben tartalmaz titánt, és ez a
ez az anyavető szabadulnak azt. A kolontári balja az volt, hogy, egy ilyen idióta seggfej, már szóltak a riasztók, még mindig, már szóltak a riasztók, hogy baj van, nagyon megy a csurgalékvég, baj van. Ezek meg befeszkedtek, azt nem csináltak semmit. Azt egyszer csak időlt a gát. De miért? Mert kapzsi idióta, és rányomtak a tetejére valami másik vegyi üzemből származó csomó kamionnyi ilyen lúgos szart, erősen lúgos szart rányomtak. És ez megette ott a földet, megeszi a földet, a gátot megette. Egyszer csak bum, és rázódult ez a trutymó, ott vagy három falura, és meghaltak egy csomóan, nem volt felelősért, tehát ilyet. Az közben szólt a riasztó, hogy megy a csurga légvíz egyre jobban, gyerekek, riadó van, ezért nem csáltak riadót, nem, még talán baj lesz belőle. Az idióta az idióta, a felelőtlen az idióta. Inkább elmegyünk sörözni, nem foglalkozva neki. Az így működik, és kész. Megölt egy csomó ember. Ja, és nem volt bűnös. Addig izérték, csürték, csavarták, még a végén nem volt bűnös. Hát most már azt hiszem elítéltek vagy hárman, de hát akkor is, mert hát nem volt bűnös. És megöltek egy csomó embert, és megnyomorítottak, mert azért ilyen erős lukba megmosod a segedet, akkor azért hatékonyan. Mert erős maruluk volt, nem kicsit. Megeszi a bőrödet, mindent, az olyan luk volt. És ilyen magasra jött, nem az van, hogy hát egy kicsit ott csörgöl valami, nem, ilyen embermagasságú, ezért zúdult le a falon keresztül, házak falán látszott, hogy mi eddig ért. Bizony. Akiknek volt annyi lélek jelenlétre, felugráltak az asztal tetejére, meg minden, azok még megúszták valamennyire. De a többiek azok azt sem tudták, hogy mi történt, hol vagyok, most mi van, mi ez a vörös, mi ez a izé. Még ezen gondolkodott, meg is marta magát. Ahelyett, hogy fölmenekült van az első fára. De nem, mi van, annyira tapasztalatlanak az emberek, annyira gyermetek, nem figyel, nem érti, hogy mi történik vele, és így tovább. Tehát elviszik a földön kívüliek. A hisztériák kívül semmit nem hoz magával. A hisztériát hozza magával. Be van szarva, így be van szarva, így jár, kezd a lába, úgy be van szarva. Hát gyereke, hát nem beszarni kéne, hanem most már mondja, kérdezd meg, hogy honnan jött, mi volt, miért jött, mit akar tudni, stb. Lehet, hogy csak vért vesz tőled, és semmi más nem akar, csak milyen vércsoportod van, most mondjuk. De úgy be van mindenki csinálva, hogy már nem úgy néznek ki néha, mint mi. Úgyhogy vannak köztük olyanok, hogy hát nem is csodál, hogy beszartak tőle. De vannak rettentő. Majd hozok nektek egyszer egy ilyen 100 ilyen földön kívülről egy képet, jó? Ami 100 földön kívül is rajta van. Egy ilyen 10x10-es mátrixban 100 földön kívül. De, és abban még nincs benne mind. Tehát jaj, nagyon bonyolult ez a helyzet. Csak ebben a galaxisban 16 főfaj él. Csak ebben a galaxisban 16 főfaj. Tehát Homo sapiens egy főfaj. De ennek is van alfajai rengeteg. Csak itt a Földön ugye legalább 5 rassz él, 5 nagy rassz él legalább. A sárga, fekete, fehér, mit tudom, milyen rasszok. Ebből aztán mindenféle handabandát csináltak, de hát ember ez is, ember az is. Tehát, és tanulni is, ha tanítod, akkor az is okos lesz, és így tovább. Tehát, csak ezeket a rasszista hülyeségeket abba kéne hagyni, és volt, ahol abba hagyták, működött is valamennyire, Amerikában valamennyire működött. Aztán utána ezzel is visszaélnek meg. Szóval mindig van olyan, aki nem nyugszik bele, aki veri a vasat, csinálja balét, ilyen kukuszklán, meg miért tudom én, és akkor ő írtják, megölnek néhány négert, és akkor baromira boldogok. Na jó, most győztél, ha nem. Tehát eddig jut szellemileg, és nem tud onnan kitörni. Nem tud. Majd mi megbosszuljuk, mit bosszulsz meg mindenkit, megölsz. Jaj, de jó, milyen ügyes vagy. Mert már eleget megöltél, vagy az ősei eleget megöltek. Valamit kérdezni akartak. Igen. Mondjad. Egy félbe maradt ez az almásvizítő sztori, hogy mindig almásvizítővel. Ja, jó, hogy mondod, a Galilei volt az, aki ezt csinálta. Egyébként
nem Galileinek hívta, hanem ez a, de valamikor ő volt a Galilei, ez egy fizikus volt, és azt a feladatot kapta, hogy építőanyagot kellene ebből csinálni valahogy, kiégetni, mit tudom, megcsinálni. Valamit hozzá kell keverni, akkor keverjenek, és mit tudom én. Hát az is háromszor radioaktívabb volt, mint a háttérsugárzás. Tehát radioaktívabb. Mint a rendes kóhósalag. Mint a rendes kóhósalag, amivel rengeteg háznak a padlását szigetelték. Úgy van. Csak úgy kiszórták. Úgy van. És találkoztak. A kóhósalag is, az is radioaktív van. És ingatozik, tehát változó. Lehet, hogy az egyik ponton megmérjük, ott 1,1-szeres háttérsugárzást mérünk. Átvegyünk egy kicsit más területre, átvegyünk egy másik sarokból, másik keresztésből van, és az sokkal sűrűbb, sokkal intenzívebb. Úgy van, úgy van. Attól függ, hogy ott is, hogy milyen, hol bányázták meg. Sok. A radioaktivitás van a természetben, természetesen is van. Hát így keletkeznek az elemek. Hát azt azért nem árt tudni. Hogy van rádióaktivitás, a napnak is van rádióaktivitás. Ezek izotópok. Ezek izotópok, de az izotópok nincsenek benne így a Mendelejev táblázatban, de nagyon sok izotóp van. Tehát mindenféle, nagyon sok. Nem száz elem van, hanem sokkal több, mert az izotópok is tulajdonképpen külön elemeknek számítanak. Miért? Ha a hidrogén, meg a hidrogén, a deutérium, a trícium, az három, valami, de közben az mind a hidrogén, csak egy neutron van még rajta, meg még egy neutron van még rajta, ennyi. Aztán így működik. És ez is nagyon izgalmas kérdés, de az építőanyagot azért meg kell gondolni, hogy miből csináljuk, hogy csináljuk, azt meg kell gondolni. A betont is, tehát mérni kéne a rádióaktivitást, tehát hogy a házak ne legyenek sugárzók, mert aztán rengeteg baj fog származni belőle, mert a benne lakók aztán szép lassan rákot kapnak, csak nem tudják, hogy mitől. Tessék, mondjuk. Na most ezek az energiatakarékos házak, masszív házak, baromi jól működnek, tényleg csak ezek egy fólia sátrak igazából, és hogyha valahonnan radon érkezik a talaj felől, ez az! Az bent tartja. Ez az, az bent tartja, mint a pince. Pincében is magas a radon. Magasabb. Városi pincékben magasabb a radon, persze. Persze. Tehát a pince lakásokban magasabb sugárzó radon van. Csak, hát ez ugye, hát a IKV nem mérte ezeket, tudod, először is szartak rá, nem foglalkoztak vele, milyen rádióaktív, nincs itt atomobban. Ennyi volt az összes a fejében, kész, nem? Tessék, lássak. De rettegni nem kell a radontól, meg az izotópoktól, meg a sugárzásról, mert ahogy Gyuri bácsi mondta, van sugárzás, tehát valamennyi radont el lehet viselni a helyiségben. Valamennyi el lehet viselni, nem igen, kell ilyen volt folyamatosan szellőztetni. De ezt tudni kell, ahol pincehelyiség, ott sokat kell szellőztetni. Hát sokat kell. Hát nem egyforma radon sem a talajból, nem egyformán jön. Van, ahol nagyon jön, van, ahol alig. Igen. Mondjuk a Gellért egyben nagyon jön. Gellért egy alattuk nagyon jön, ott abban az alagútban, ami bemegy egészen a Gellért fürdőig, a Rudas fürdőtől egy alagút megy be a Gellért fürdőig. Hát ott van még ilyen rakétabázis, meg ott a műsorra. Védi Budapestet, jól van, csak ilyen van. Tehát itt eleve a rádióaktivitást is meg kellene érteni, az emberek nem is hallottak róla, nagy része az embereknek. A rádióaktivitás meg az atombomba, ez a kettő van az ő fejében. Ez a két kulcsszó összefüggenek, igen, de még másnak is van rádióaktivitása. Tehát amit mondtam, hogy hamuban sült pogácsa. Többszörös a rádióaktivitása hamunak, mint hogyha a gáztűzhelyen sütöd meg. Többszörösen a pogácsát. Mert olyan nagyon népies, meg olyan jó ötletnek tűnik meg. Na, nem annyira jó ötlet. Na, mit van neked? Magyarország radon térképe, a Nemzeti Népegészségügyi Központ jó voltából. Én egy fejület látok ebből csak. Na, vannak 10-10 kilométeres mátrixra felmondották az országot, és mérték az általános indul radon. Ja, most kezdem látni az országot, most már koncentrálok rá. Aha. Nincs egyformán mindenhol, de... Van, ahol több, van, ahol kevesebb. Igen. Zarába ott mennyi a radon? Hol? Zarába. Egyesegéles környéke. Zarába hol? Tiszteti, ott van. Ha tudod, hogy hová kell rámutatni, akkor föltesszük, és akkor megállítod a képet otthon, és
meg tudod nézni. Odaveszem a linket. Tegyed oda a linket, igen. Itt. Ja. Itt ezen a részben. Veszem sajtot. Ne félj fel össze a tévét. Per köbméter. Mm-hmm. Ott van, bekerjed, meg, meg van határozva, tessék ott. Ja, annyiféle mértékegység van már gyerekek, hogy a felét se jegyzik meg az emberek, már negyedét se. Fény év per köbláb. Fény év per köbláb, szoktam ilyenkor mondani, igen. De olyan jó mértékegység kell, tudod, a fény év per köbláb az a jó mértékegység, igazi. Amerikában jelek vannak, gallon, meg tudom. Csak hogy sokáig a négy gallon benyi volt, annyi volt nálunk négy gallon benzin, mint nálunk, nem bocsánat, nálunk egy liter tudta venni, azon a pénzen, amiről négy gallont, vagy egy gallonnyit vettél, négyszer annyiba került a benzin, na, csak ilyen a végén. Most már ott is drágább. Most már ott is drágább, hát persze elkezdtek háborúzni, és az pénzbe kerül. Mondta Kukkoli, már megmondta. Háborúz, csak három dolog kell, pénz, pénz, meg pénz. És akkor ilyen, mondja. Az ilyen mértékegység átváltásoknál az a különösen nehéz, amikor át kell váltani egy liter per kilométeres fogyasztást, liter per 100 kilométeres fogyasztást, egy mérföld per gallonosra, tehát a számlálóban és a levezőben. És változás van. Változás van, tehát a kettő az inverz egymásnak, és akkor ezt számolt ki a pár. Igen, hát lehet erre csinálni ilyen átváltóképpen. Van rá. Excelbe meg lehet csinálni, és kész. Van, csak nem egy egyszerű. Mint amikor nagyon tiltakoztak a személyi szám ellen. És akkor volt ilyen STK szám ellen is nagy tiltakozás. Mert benne volt a kora is, a nők hisztisztek rá, mert benne volt, hogy ő mikor született. A személyi számban úgy kezdődött. Ugye? Nekem. 44.06.28, az azt jelenti, hogy 44-ben születtem, júniusban és 28-án. Az a kezdődött a személyi szám, és 0-134 az volt annyi, addig gyerek voltam abban az évben. Vagy abban a napban. Tehát nagyon jó kis rendszer, ez őrült tiltakozás volt. Aztán csináltak, betiltották, és akkor csináltak ilyen STK, mit tudom én, milyen tám, vagy ilyen... Most már nem is tudom, hogy hívják már, társadalom biztosan. TB, társadalom biztosan. A lényeg az, hogy volt egy Excel, és akkor már beírtad az egyiket, és kiírta a másikat. Tehát úgy volt megcsinálva, hogy ki lehetett belőle ennyi perc alatt számolni, hogy hány éves egy nő. Mert ilyen nagyilag zoktiktak találták ki, vagy nem tudom. Szóval, hát jó van. Ez olyan, mint hogy miért van négyes PIN kód a bankszámlán. Mert a bankigazgató felesége nem tudott már öt jegyű számot megjegyezni, a születési dátumát tudta csak is akkor. Az volt a PIN kódja. Hát persze, mert elfelejti egyszerűen, és nem tudja, és akkor nem tud hazamenni, és akkor nem kapja meg a pénzt, és hiszti van, és akkor... Tehát ilyen ősprimitív számokat kell csinálni, hát jó van. Hát a bank már nekem úgyis hat jegyű számra fizet pluszba, mert nem elég az, még hogy jelszó, meg nem elég az, még ilyen pinkodot is kér. Na de a lényeg az, hogy az meg mindig változik, úgyhogy nem egyszerű. A kettős hitelesítés, ez. Ez a kettős hitelesítés. De ez is gyenge. 100 helyen gyenge. Ezek mind 100 helyen éreznek. Azonnal be tudom csapni ezeket. Ha én be tudom csapni, én egy senki házi vagyok, nem vagyok egy hacker. Ha én be tudom csapni, 5 perc alatt kitalálom, hogy lehet becsapni, akkor nem nagyon jó. Hát ilyen 12 éves gyerekek törögették föl a bankokat Amerikában, ilyen Texas számítógéppel, amelyen volt a Commodore lényegében, talán jobb volt a hang csípje, mert nem három hangot tudott, hanem négyet. Nekem is volt ilyen Texasom, és akkor ilyen Texassal, ez ilyen, mint a Commodore, olyannal törték föl. És átutalták maguknak a bazilag pénzeket a Dél-Amerikában, azt mentek érte. Ilyen 12-13 éves kölykök. És akkor átutalták maguknak a pénzt, onnan megint átutalták egy másikra, eltüntették a pénzt, azt viszlát.
de így működik. És az, de ezek mind ilyen gyermekek, és rosszak. Hát a haverom felfedezte, hogy ugye francia bankok, hogy iszonyú nagy kaszát rendeznek ilyen hülyeségből, mert nem tudják, nem az emberek is. Össze-vissza hülyeséget beírnak, őrült kaszákat rendeznek a bankok. Maguknak persze, nem neked, csak maguknak. Na, van-e kérdésetek valami, ami úgy elragad bennetek, olyan benne szorul. De már az ízétszerúza? Igen. Na, macogos. Van-e rajta ilyen feedback? Feedback? Aha. Az a YouTube-on is. Nem, a mi feedback. Saját feedback, idő feedback. Az azért nagyon érdekes, hogyha abban olyanok jöttek ki gyerekek, hogy úgy se hiszed el. Tehát olyanok jöttek ki, csak néztünk kifelé a fejünkből. Főkönyvtárban van valahol valami feedback. Lehet, hogy nem ezen a szerzőzőn. Majd akkor bemutatjuk legközelebb, ha nincs meg. Tehát az energiával érdemes még foglalkozni. Tehát elektromos energiát lehet előállítani, ha még nagyon ahhoz ragaszkodsz. És nem kell hozzá semmilyen betáp. Tehát nem kell hozzá semmilyen bemenő anyag. Ja, nem termel semmilyen kimenő anyagot az elektromos áramon kívül. Tehát nem... Nincs széndioxid, nincs semmi. Meg lehet csinálni, működik. Működött látta. Akkor a haverom megcsinált egy olyat, ami hát gyakorlatilag már elég sok fogyasztó volt rajta, de a befele menője annak is nagyon gyengécske volt. Tehát mit tudom, bement 1 amper, kijött 20. Érted, az 20-as jött ki belőle. Tehát az jó. De nem csak amper, hanem teljesítmény is. 20-szoros jött ki belőle, mert az amper az még nem jelent semmit. Tehát annyira az emberek görcsölnek és nem engedik pályára ezeket. Őrült nagy milliárdokról van szó, gyerekek. Sok-sok milliárd, de dollárban. Sok milliárd. Tehát ilyen 1000 milliárd dollárok. Hát az olajmafiózók azok nem akarják elengedni a gyeplőt, ha bolondok lennének. Hát iszonyú sok pénzt kap. Most a gázon mekkorát kasszál? Kicsit felrobbantjuk a másik vezetékét, aztán jó van. Ha nem, semmi az egész. Bimba, bukke, na, meg tudjuk csinálni, látjátok? Gyerekek, Hát itt már azért mondom, hogy már a bolondok a jója, meg az izék vezetik az országokat, már ilyen gengszterek, nem tudok más mondani. Tehát aki ilyenekre képes, mint az amerikai, nehogy de, hogy amerikai, az a másfél hónapig vagy meddig volt szolgálatban az a miniszterelnök nő, aki most volt nem régen. Másfél hónapig egy nő volt ott a miniszterelnök. Azt mondogatta, hogy ő gondolkodás nélkül megnyomja a piros gombot. Hmm. És kiírtja az oroszokat, és mindenki kiírt, és nyomja a gombot. Hát, ez bolond. Igen. Ő megnyomja. Tehát ezeket egyszerűen, hát nem tudom, hová kéne már bezárni. Ennyi bolond, nem fér bele semmilyen bolondok házában már. Az Európai Unió vezetése a bolondok hajója már. Régen. A bolondok a kapitányok. Na, itt van ez egy idővisszacsatolás. És nézd meg, a teremtés fája van rám rajta, ha jól megnézel. Mint hogyha ez meglenne a néprajzunkban is. Uh-huh. Ugye? De van még egy pár ilyen, majd nézegetünk még ilyeneket. Tehát valami egészen fantasztikus dolgok jönnek ki. Itt nincs számítógépe be, ez nem számítógépe van rajzolva, ez se. Ez nem számítógépe van rajzolva. Ez annyi, hogy egy ilyen kamerát ráirányítasz a tévére, és akkor visszakapcsolod a kamera képét a tévére, és azt nézed. Nem rajzol benne senki semmit, hanem rá zoomolsz, közelebb mész, elfordítod, ilyeneket csinálsz csak, nem rajzol semmit. Meggyújtottam egy szád gyufát, elfújtam. Ez, amivel elkezdtem rajzolni. Vagy rávilágítottam egy lézerrel a kamerára.
csak egy pillanat, vagy a képernyőre, nem is a kamerára, csak a képernyőre, így rávilágítottam, sötét volt a képernyő, így rávilágítottam egy pontot a lézerre, egy pillanatra, egy hélium demon lézer volt, rávilágítottam. És ahogy rávilágítottam, elindított egy folyamatot, egy idő visszacsatolás folyamatot. Ez úgy néz ki, hogy a kamera fölveszi a képet, az elektronikáján földolgozza, aztán a dróton keresztül elküldte a televízióba, és ott megjelent a kép. Igen ám, de ezt időkésedelemmel vette föl. És az időkésedelem miatt egy nagyon érdekes bolond jelenség zajlik, itt majd még mutatunk, ez is ilyen időkésedeleme. De nem rajzolt senki semmit, ezeket nem az én szerkámmal veszed. De? Viszont. Jó van. Mert vannak még, nagyon, nagyon durvák vannak még, hanem ezen vannak, majd akkor hozzuk. Tehát nagyon jók vannak. A Stein Erikkel csináltunk ilyeneket, nagyon jókat. Mi? Ez videóra látszani fog? Ez mozog. Ez eredetileg mozog. Ez nem ilyen álló, ezek már kiemelt állóképek, de ez egy mozgó valami. Egész éjszaka ezzel szórakoztunk. Ezt csak éjszaka tudtuk csinálni, ugye, mert hát van élet, jön, megy, fölkapcsol a villany, meg tudom én. Jaj, a vécére mentem, elrontottad, na mindegy. Tehát fékezhetetlenek az emberek, mindenki önmegvalósít, kész. Gyerekek mentek, kimentek, bementek, önmegvalósít, kész. Most kíváncsi volt és benézett, kinyitott az ajtót, világos legyen, való. Tehát ilyen van. És mindenki önmegvalósít, és ehhez nagyon nyugodt, sötét hely kell, hogy egyszer csak ne jöjjön bele valami, ami nem kell bele. Tehát mert fölkapcsol a villany, mert sötét van, tudod? Mert bejön a szobába, hát itt olyan sötét van, pikk, fölkapcsol a villany. Kész, vége a felvétel. Mennyi idő egy ilyet megcsinálni, lefuttatni? Mennyi ideig lehet egy ilyen kísérletet végezni? Pár óra alatt. De egy felvételt, vagy többször újra kezdeni? Ez egy telefonnal is meg lehet csinálni, amiben van ilyen, Bluetooth például. Amivel a telefonodról a képet vagy a filmfelvételt föl tudod vinni, az a lényeg, hogy föl kell vinni a filmfelvételt a televízió képernyedre, amit fölveszed, az a kép jelenjen meg. De ez már egy digitális. Monitornak használd a televíziót, ennyi. Mi az, hogy digitális? Nem számít. De nem számítógéppel számolgattad ki ezeket. Ez nem számít, hogy milyen feldolgozás. Ott is fene tudja, milyen feldolgozás megy ebbe a kamerába. Őrült, bonyolult feldolgozás megy be. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy létrehozta a yin-yang ábrát. Létrehozta az időfraktálokat. Olyan dolgokat hozott létre, ilyen teljesen fa struktúrákat, amik a teremtésben abszolút ott vannak. Tehát a részecskék belsejében ott vannak. Az Escher ábráján is ez volt, csak nem fának volt rajzol, hanem a gyakának, meg mit tudom én, meg ördökének, ugye, volt lerajzolva. De igazából az egy ilyen időfa. Nincs ott rendes fa, nehogy lombos ízét képzelj oda. Nem olyan fa, hanem csak egy ilyen ábra, ami egy fára hasonlít nagyon. Olyan van. Itt az előbb már mutattuk az, ami... Tehát ez egészen fantasztikus tud lenni. Tehát olyan dolgok vannak benne, hogy el se hinni az ember. Olyanok jönnek ki. Volt olyan, hogy hát az milyen volt, három színű pasznét gyártott valamiért. Három, egy piros, egy kék, meg egy zöld pasznét gyártott. Magától. Három alapszín. Na, de milyen volt? Így közelítettem így hozzá a képernyőhöz, nem nyújtam hozzá, csak így közelítettem az ujjammal, erre így beúszta a hasát az ábra. Még jobban közelítettem, még jobban beúszta a hasát, és amikor már nagyon oda nyújtam, akkor átrohant a másik sarkába a képernyőnek. Így. Akkor ott szórakoztam vele piszkát, és akkor megint átrohant. Tehát nagyon érdekeseket csinál. Olyanokat, amire az ember, nem, ilyet nem. De igen. Hogy 5 kamerával, meg 5 a németek csinálták, nekik volt 5 egyforma kamerára, meg 5 egyforma monitorra pénzük, nekünk nem volt akkor, mert hogy ez nem olcsó, mert akkor mondjuk 50 ezer volt egy monitor, és 60 ezer egy kamera, tudom én, még egy vacakap kamera is, és hát
az ma akarom, ne nézem, egy fél millió. És akkor, tehát ugye nem volt rá egy fél millió. És őnekik persze volt ezeknek az egyetemeknek az semmi gomb, nem volt az olyan nagy pénz, de őt egyforma a kamerát fölraktak, és azt csinálták, hogy az egyes kamerának a képét a kettes tévére rakták. A kettes kamerának a képét a hármasra, és így tovább elcsúsztatva, és a legutolsó kamerának a képét meg az egyesre rakták, az egyes monitorra. Gyerekek, egy fűszál jött ki. Egy szabályos fűszál, sejtmunkkal. Nagyon durva volt. Ja, így hemzsegek, megvan, talán még megvan nekem a felvétel, VHS-ben valahol még talán megvan, mert ezek küldtek nekünk egy kazettát is, nagyon aranyosak voltak. De mi kis kutatók vagyunk, ők is kutatók, küldtek nekünk, mi kis küldtünk nekik. Egy év múlva meg akartuk kérdezni, hol tartotok mi a gyerekek, olyan pánikban voltak, hogy az nem normális. Honnan tudnak maguk erről a kutatásról? Ez szigorúan titkos katonai kutatás, honnan tudnak maguk erről? Nem akartam azt mondani, hogy de hát ti küldtétek, hülye gyerek. Hogy ti küldtétek a felvételeiteket, miénk is küldtük a miénket. Mert valami egész, egy többdimenziós kutatás, ötdimenziós kutatás, ez nagyon izgalmas volt. És kijött egy fűszál, több sejtel, és ilyen szállító sejtek, és hemzsegett az egész sejt, nagyon jó, ugyanúgy, mint a mikroszkóp alatt egy fűszál. Fantasztikus volt. Megvan a felvétel róla talán, és ott van egyértelműen olyan, mint egy fűszál. Egy ilyen hosszú sejtek, ilyen szállító sejtek, és abba a sejtmag, és az is úgy nyüzsgött, hemzsegett, mint ahogy a fűszálat nézed a mikroszkóp alatt, és az is hemzseg. Mert él az egész, nyüzsög, él. Fantasztikus, érdekes. És ezt megcsinálták, és nagyon jó volt, nagyon jó volt. Na, van-e még valami kérdésedek, mert van még egy pár percünk. Neked? Nekem kérdése nincsen, én a pH értéket tervezem, mert szerkeztem már a végére. Igen? Jó. Ja. Nagyon jó. Nekem még mindig ez a... Mondjad? A sárkánynak a feje, tudod, amit mondta, hogy a... időfraktárokon keresztül a 12 fejű sárkány. Jó, megvan a 3 fejű sárkány, a 2 fejű. Nekem a 12 fejű. Van egy olyan, hogy hívják, tehát van egy elképzelésem, nem tudom megfogalmazni, tehát az is van, hogy összefügg ezzel az egész történettel. 5 fejű és 5 fejű és 7 fejű van. A többit azért találták ki, hogy ez ne legyen. Összezavarni? Hogy összezavarni. És a 72-t is? Nincs 12 fejű sárkány. Sosem volt. A mesében. Mesében ki lehet találni mindent. Nagyon érdekes, mert például ilyen mese tanfolyam, vagy ízét ilyen, indítottak ilyen projektet, hogy írjál olyan mesét, amiben semmi nincs, ami a régiben volt. Ne legyen benne halál, pusztulás, gonoszság, megevés, mit tudom én, karomahúzás, semmi ne legyen. Semmi. A gyerekeket ne riogasd, és mit tudom én. De akkor hogy lesz tanulságod? Nem a valóságot fogja tanítani. Tanulságod, hogy lesz? Nem lesz tanulsága, mert nem is akarnak bele tanulságot, hanem azt akarják, hogy olyan együgyű mese legyen, aminek se eleje, se eleje, mindent lehet mert mese, mindent lehet mesélni, és kész. Tehát értelmetlen, zagyva hülyeségeket is lehet mesélni, mert az mese. A mesében mindent lehet. Csak hogy ezek a mesék, ezek nagyon precíz rendszert hordoznak. Szerencsére a hülyék nem értik. Mert akkor már elpusztították volna. Kezdik érteni. Már kezdik pusztítani. Most egy kicsit az internet a lehetőséget ad. Mint én el tudom mondani neked, hogy a fénykvantum hogy működik, ez egy kicsi lehetőséget ad. És én ugye nem tükrözöm a tudomány mai állását, nem is ígértem ilyet soha, ez az előadás nem is tudományos. Hát a tudományosabb, mint ami valaha a fejébe fog jutni, de az egy dolog. Csak én ezt nem ilyen idegen szavakkal próbálom előadni, meg minden. Hát tudok én dobálózni idegen szavakkal. Ilyen bullshit generátort be lehet indítani, aztán idegen szavakkal dobálózom. És kész. És akkor mindjárt ezeren nem értik meg, amit elmondtam, pedig 12 ezeren nézik. 14 ezeren nézik, és az jó. Mert az iskolában nem figyeltél, féltél a kémiától, a fizikától, a matematikától, mindent lehet kérdezni, és föl lehet nekem kérdéseket tenni, és én arra válaszolok is.
Tehát azok, akik irkálnak, nekem azok tudják. Aki berúgja a kocsmajtót, úgy indít, azt kidobom. Vagy bocsánat. Tehát aki úgy kezd, hogy berúgja a kocsmajtót és az anyámat kezdi szívni, akkor megy a szemébe, kész. Ki van tiltva? Egyből. Tehát nem azt jelenti, hogy nem lehet neki ellenvéleménye, de bocsánat, ha én úriemberként szóltam hozzá, akkor ő is szóljon hozzám úriemberként. Tehát az ilyen egyszerű. Tehát akkor ne kezdjen el káromkodni össze-vissza minden hülyeséget. De hogyha ennyi a szókincs, akkor ne szóljon hozzá. Mert úgyse értesz az egészből semmit. Akkor nem kell hozzászólni. Én néha egy-egy csúnya szót mondok, a szép lelkűek néha erről ezért írnak, de higgyétek el, hogy azért, mert valamit latinul mondunk, a mergát is tudok szarra helyet mondani, de ez megint olyan, mint amit az előbb mondtam, hogy nem kell idegen szavakkal dobálozni. Tehát mi káris mergáért küldtük még el a gyerekeket a patikába. Kutyaszor. Hát ilyeneket csináltunk mink is. Mi jó humornak éreztük, a patikusok is rögtek rajta, úgyhogy el voltak. Na, ott kisfiam ott azon a 2 forint vegyi fagylatot, azt nézd meg, ott a járdán láttuk egyet, és vidd el ezeknek, akik küldtek. Az ennyi. De ha valakinek nincs humora, az mindenre képes. És ez a lényeg, hogy látszik az, hogy a magyaroknak a túlélési faktora azért jobb, mert van humoruk. Igen. És mindenből olyan jó hülyeségeket lehet csinálni gyerekek. Pillanatok alatt az embernek szúr az oldala, olyan jó maraságokat lehet mondani, és ez jó, hogy így van. Gyerekek, ne vegyétek magatokat se olyan túl komolyan. Túl komolyan veszed, abba belehalsz. Nem kell belehalni. Nem halálosan kell szeretni a szerelmet, hanem életesen. Sokkal jobb. Ez az 1%? Nem. Ez az iskola, most hétvégén vasárnap. Amikor ez a videó kikerül, kb. Akkor fog kezdődni. Akkor fog kezdődni, amikor ez a videó kikerül, igen. De még akkor is el lehet délben is el lehet jönni. 10-től nálam itt a 49-ben, Szamarkószon 49, most vasárnap 16-án, és a 4. emeleten, fönt legfelső kaputelefon. Föltelefonálsz. Befizetted a belépődíjat, azt fölössz. És adó 1%. Tessék? És adó 1%. Adó 1%-ot is, hogyha még valakinek ilyen vágya van, akkor nagyon szívesen veszük, hogyha tudományos kutatásra, meg a gyereküldültetésre, főképpen meg a adminisztrációra, de papírt kell venni, meg minden, mert túl bonyolították, annyira el van bürokratizálva már, ó, nagyon. Tehát 0640 Istentan Egyesület ide, ezt megtalálod a beírod a számítógépen is, ha ott könyveled, 0640, és utána nem kell utána a következő évben, mert ugyanoda fogják utána, ameddig nem érzve egy másikat, persze. Tehát nem ez kötelező nekünk fizetni, csak az, hogy ez arra van, és hát ilyen hát izgalmas kutatásokat csinálunk, sokkal izgalmasabbakat, mint a tudomány. Én nem azt mondom, hogy a tudomány ennyi pénzből, hát én milyen izgalmasan tudnék csinálni, annyi pénz lenne, mint amilyen nyugati kutatóknak van. De még a kínaiak is, gyerekek. A kínaiakat lenézték, indiaiakat lenézték. Az indiaiak is leszálltak a Marsra, kínaiak is leszálltak a Hold túloldalára, meg ilyenek. És onnan közvetítettek, ahonnan nem lehet rádió közvetítést adni. Na, egy keringő műholdról. Hát ez az egésznek a lényege, hogy jó dolgokra fogjuk fordítani. 0640. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és jövő héten nálam lesz a Szamarkó 49-ben, csütörtökön, nálam lesz a kápolnában az előadás, aztán megint itt. Az 20-a, jövő hét csütörtök. Jövő hét csütörtök, 20-án lesz, igen. És akkor... Azt akkor a kápolnában? Fönt, igen, a kápolnában, a lakásban van. Nem csak lakásban, az kápolnának is van építve, az is. Igen, hát van a testküvő, keresztelő, mit tudom én, persze kápolna. Hát nagy templomra nem futottam, mert mindent elkövettek, hogy ne fussak. Úgyhogy, mert mi vagyunk a bizniszegyház, na jó. Na jó. Na, tehát így bizniszelünk, hogy gyerekek, azért 1000 órányi anyagot legyártottunk, az hetente 2 nagyjátékfilm.
Mondod végig, 3 óra. Ez 2 nagy játékfilm. Tehát meg van vágva, jó, hát nem olyan, mint egy játékfilm, de időben annyi. És ez nagyon fontos. Egyre tovább tudják nézni a hallgatók. Egyre türelmesebben nézik, egyre többet értenek belőle, és amikor megértik, akkor ők is boldogok lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet!